Szeptember 1-én mutatta be a Huawei az IFA kiállításon egy sajtóeseményi keretein belül az új termékeit, amely két okostelefont és egy táblagépet jelentett. A két okostelefon a Nova családba tartozik, van egy sima Nova és egy Nova Plus. A Nova 5 hüvelykes kijelzővel érkezik, a Nova Plus 5,5 hüvelykes. Nem sok eltérés van a két termék között. Az mindenképpen említést érdemel, hogy a nagyobb kijelzős telefonhoz nagyobb akkumulátor is tartozik, méghozzá 3340 mAh-s. És ami még a Nova Plus mellett szól, hogy optikai képstabilizátor is került a kamerába, amely egyébként 12 megapixeles felbontásra képes. Az előlapi kamera pedig 8 megapixeles, és különböző módokon lehet selfit készíteni vele. A burkolat alatt egy Snapdragon 625-ös chipset dolgozik 3 GB RAM társaságában, a belső tárhely pedig 32 GB-os, amit tudunk bővíteni microSD-vel, ha és amennyiben nem használjuk ki a dual SIM-at, a lehetőségeket, mert vagy két darab nanoSIM-et teszünk a készülékbe, vagy az egyiket beáldozva oda memória bővítést helyezhetünk. Hölgyeim és uraim, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezen a sajtó eseményen hát nem csak hogy megnézhettük a készülékeket, hanem egy Nova Plus-t a kezünkbe is nyomtak, íme itt van a doboza, még mondhatni bontatlan, és hát ez azzal is jár természetesen, hogy azon melegében meg is nézzük a legfontosabb funkciókat és az, hogy hogyan is néz ki ez a telefon. A Nova Plus és a Nova is egy kicsit szakított a Huawei design világával, ugyanis az eddig meglehetősen markáns élekkel határolt formatervet egy ilyen hajlított vonalakból építkező készülékház vette át, szemből egy picit hasonlít egy Samsungra, a hátlap viszont meglehetősen egyedi maradt. Ezen van természetesen új lenyomat olvasó is, ami további fejlődésen esett át, és állítólag most már még jobban felismeri az emberi új lenyomatát. Alul Type-C USB csatlakozót találunk, természetesen működik a Quick Charge 3.0-as töltési lehetőség, tehát gyorsan fel tudjuk tölteni a készüléket. A előlapi kamera pedig ugye a telefon egyik érdekessége, ugyanis állítólag jobb minőségű, mint az átlagos előlapi kamerák, és hát rengeteg különböző szépítési effektet tudunk mutatni. Mindjárt itt látunk is egy párat. Nova Plus egyik előnye a Novához képest, hogy ugye van benne optikai képstabilizátor. Ezen a videón, amit most lehet látni, ezt kézből vettük, ezt a felvételt itt a berlini metróban, és tényleg látszik, hogy nagyon szépen kiszűrök kézremegéseket, ugyanakkor a képminőség nem túlságosan világrengető. A menürendszer az Android 6.0-ra alapszik, és természetesen a Huawei által fejlesztett Emotion UI dolgozik. Ezen a telefonon is nincsen főmenü, hanem a kezdőlapokra tudjuk kitenni a foldereket, az ikonokat és a widgeteket is. Benne van természetesen a telefonban a Huawei féle telefonkezelő, amivel mindenféle menedzsment jellegű dolgokat tudunk elintézni. Kapunk egy pár extra szoftvert, például dokumentumkezelőt, de rajta van a booking.com, néhány demoverziós játékkal is összefuthatunk, és természetesen a Google teljes szoftver kínálatát megtaláljuk a telefonon. A Nova és a Nova Plus szeptembertől kapható lesz Magyarországon is. A hazai árakat még nem tudjuk pontosan, de 130 és 140 ezer forint köré satszoljuk a bruttó végfelhasználói árat kiskereskedelmi forgalomba kerülő készülékek esetén. Ez volt tehát a Huawei Nova és a Nova Plus előzetes bemutatója innen Berlinből a Mobil Arena YouTube csatornáján. Természetesen lesz majd róla részletesebb tesztünk is, amint hazaértünk és tudunk foglalkozni a termékkel, de reméljük, hogy kev csinálok, ez is elég volt. Minden esetre mi folytatjuk itt az IFA-n a ténykedésünket, ti meg kövessétek továbbra is az oldalunkat és a YouTube csatornánkat. Sziasztok!